szia! Jó reggelt! Horváth Csaba, Zugló polgármestere van a vonalban. Fel kell, hogy vágjak, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy a Kisambrú egyrésztről elévülhetetlen érdemeid vannak, illetve egyedül neked van érdemed abban, hogy létrejött az együttműködés Kisambrus és köztem, vagy ha tetszik, köztem és Kisambrus között. Ugye követhetted azt a szerencsétlenkedést, ahogyan én próbáltam a főváros részéről kompetens figurát találni, tételezzük fel, hogy kizárólag az én hibámból ez nekem nem sikerült, és akkor arra kértelek, hogy hozzál össze, vagy legalábbis segítsél Kisambrussal való kapcsolatfelvételben, és ugye Kisambrus annyiban volt ez ügyben központi figura, hogy a költségvetés, a Budapesti Fejlesztési Központ, illetőleg más kormányzati tényezők által delegált emberek a közfejlesztések tanácsában hogy ültek egymással szemben, és ez a kapcsolatfelvétel sikerült. Volt aggodalom Kisambrusban, hogy hétről hétre lesz-e annyi beszélgetni való, hogy az kitegyen 30 percet, most visszanézhetném, hogy mióta van ez a beszélgetés vele, de szerintem már hónapok óta meg fogom nézni. És kiderült, hogy Kisambrus feltart egy tökéletes protokollal rendelkező háttérbeszélgetést. Már egy pár háttérbeszélgetésen voltam, de még ilyen tökéletes protokollú háttérbeszélgetésen sohasem. Hozzátéve, hogy tegnap nyertem el először arra lehetőséget, hogy erre elhívjanak. Korábban szóvá tettem, hogy szívesen elmegyek, de nem kaptam rá meghívót. Talán a beszélgetésünk hatása, ami más lehetett úgy, aminek következtében ez megtörtént. Ott egy fantasztikus szakmai közegbe is kerültem, ahol egyébként Kisambrus pontosan úgy viselkedik, mint ahogy viselkedett egyébként interjú szituációban, és öröm volt belenézni abba, hogy milyen szakmai módon működik, leginkább szakmai szempontokat szem előtt tartva a főváros vezetésének egy részét, amiben belenézhettem, olyan módon, amit egyébként sohasem láthattam volna a te segítséged nélkül, hozzátéve, hogy amit a politika természetesen egy tízes mértékben befolyásol, de mégis, aminek tegnap a fül és szemtanúja voltam, az egy olyan szakmai működésre utalt, amit öröm nézni akkor is, hogyha a számtalan politikai tényező hátráltatja. Még egyszer szeretném megköszönni ezügyben a segítségedet. Ó, én már most egy kicsit zavarba érzem magam, mert szerintem ez a normális, hogyha valaki szeretne információkat kapni és a közt tájékoztatni, akkor szerintem futja kötelességünk, és ez most nem a kincstári szöveg része, de ez benne van a munkaköré leírásunkba, vagy ha úgy tetszik az emberi természetünkbe is, hogy szeretnénk azt gondolni, hogy mindent megtettünk, és az, hogy mindent megtettünk, az látszik és hallatszik is a nyilvánosság felé. Tehát ezért engem biztos, hogy nem illet köszönet, és Kisambrus meg tényleg egy remek ember, egy kiváló pénzügyi szakember is, aki Budapest pénzügyeit, amennyire azokat a pénzügyeket jól kézbe lehet tartani, mert sajnos a nagy része nem rajtuk múlik, hanem a kormányon. Szerintem Kisambrus kimondottan jól tartja kézben ezeket a folyamatokat, és egy kimondottan transzparens szakemberről van szó, aki nekem régóta barátom, kb. 20 éve dolgozunk. Most a barátot ne úgy értsd, hogy összejárunk, hanem mondjuk, hogy tisztelői vagyunk egymás munkájának, közelről láttuk egymás munkáját, és azt gondolom, hogy ő is a helyén van. Október 22-én történt közöttünk az SMS váltás, csak megnéztem. Annyiban érdekes, mindenféleképpen még egy vonzattat felvonultatva, hogy a héten már szóba került, hogy az ember milyen mértékben van jelen a politika konyhájában, mondván, hogy ha párizsit eszel, ne tudj meg, hogy hogy készítik, de hogy az ember beszámoljon a politikának a belső mechanizmusáról, különös tekintettel, hogyha abba betekintést engednek, beleértve, hogy azt szabályozzák, hogy mi az, amit te láthatsz, mi az, ami erről egyébként publikus, mi az, ami mikor publikus, mi az, ami máskor publikus, és e tekintetben azért az egy nagy dolog, amikor az ember úgy nyer betekintést, hogy közben nem lesz annak aktív része, tehát én magam annak nem leszek alkotó komponense, de látom, hogy hogyan alakulnak a folyamatok relatíve közelről egy olyan folyamat részeként, amit egyébként én nyomon követek, tehát alapvetően nem idegen dolgok vannak. Ez egy nagyon izgalmas dolog, akkor is, hogyha az embereknek nagy része valószínűleg valamiféle manipulációt vél felfedezni ettől függetlenül a beszélgetésekben. Benned a politikus az mikor ébredt?
akkor még nem tudtam, de körülbelül olyan 6 éves voltam, nagyon megmaradt bennem. Édesanyámmal közlekedtem éppen a keleti aluljáróba, és ott volt egy nagyon-nagyon hajlott hátunéni, aki ott állt télen fagyba, nyújtott előre a kezét. Ez ugye nagyjából 45-6 évvel ezelőtt, tehát ez az előző, rendszerben, ahol elvileg minden meg volt oldva, és nem értettem a helyzetet, tehát hogy van az, hogy egy nagyon szimpatikus idős néninek ott kell állni az utca szélén, és kérnie kell az emberek jó indulatát, és akkor én kértem anyukámtól 2 forintot, hogy odaadhassam a néninek, és utána elég sokat beszélgettünk erről, és amikor visszagondoltam, hogy én nekem hogy indulhatott a politikusi pályán, valahogy mindig ugyanehhez az egy ponthoz tértem vissza fejbe. Ez volt az, amikor az érzékenységem egy más aspektusba kinyílt, és nyilván pont már akkor is valahogy éreztem gyerekként, hogy persze az az én dolgom, hogy adjak, ha van a kezemben, de a problémát megoldani csak politikai szinten lehet. Tehát társadalmi problémákat egyénileg legfeljebb észlelni tudunk, de megoldani azt a politika tudja. Amit ma nagyon divatos szízni, hogy a politika meg a politikusok, de ha ez a szakma a helyére kerülne, és mindenki azt tenné, ami a dolga, akkor ez egy nagyon szép hivatás lenne, és az emberek pedig tisztelnék a politikusokat, és én szeretném, hogyha egyszer majd visszajuthatna ide a politika és a politikai presz is. Ha nem érthető a kérdés, akkor vagy segítsél, vagy menjünk tovább. A Párbeszédnek és az MSZP-nek az elmúlt időben kialakult kvázi szövetsége, az egyébként hogy írható le? Az egy nagyon szoros szövetség. Én ezt úgy mondanám, hogy szinte már egy közös közösség, és a legközelebb hozzájuk vagyunk. Tehát az MSZP a Párbeszédhez, és látom, hogy a Párbeszéd az MSZP-hez van politikailag a legközelebb. Ugye a két legbaloldalibb formáció a 6 párti szövetségben. Ez a két párt a Párbeszéd, mint zöld baloldali, az MSZP, mint szociálisan érzékenyebb baloldali párt. Ideológiai lapon is viszonylag könnyen talált egymásra, és ebben remek emberek, mint például a Karácsony Gergely volt a vezetőként a segítségre, akkor hogy ez a közösség ez kialakuljon. Abban segíts nekem, hogy az a támadás, amit a Benfentes indított, nem ezen pártok ellen, de az egyik jelölt kapcsán, aki nyert az előválasztáson, és akinek a kvázi előélete már, mint hogy az előélet kvázi, tehát hogy az, amiről most beszélünk, egy baleset, az korábban is tudóra levő volt, és mégis egy Benfentes által felmelegített történet alkalmas arra, hogy a jelölt visszavonuljon? Hát lehet, hogy a baleset tudva levő volt, és ugye mai napig nem vitatja senki, hogy vétlen volt a balesetben. Ez így van. A kommentek, a balesettel kapcsolatos kommentek valában, miatt. Így van, viszont az még a sokkos állapottal sem magyarázható számomra az a komment, amit ő ott akkor azokban az években, vagy azon a napon elhelyezett, tehát én magamat hasonló szituációban, mert ugye, ha autót vezetünk, bizony bármelyikünkkel előfordult, hogy valaki elé ugrik. És az egy életre szóló törés bármely ember életébe, aki ebben részt vesz, még akkor is, hogyha vétlenként vesz. Ebben őszintén nem értem, hogy merül fel, hogy egy ilyen típusú kommentet, ami hát finoman szólva is vastagon, hát a fekete humornak se nevezném, hanem egy ilyen nagyon-nagyon vastagon kegyeletsértő a szituációhoz, semmilyen módon nem illeszkedő valami volt. Utólag azt a magyarázatot adta az illető, hogy a rendőrök, akik nyilván a szakmájukból adódóan szinte naponta találkoznak hasonlóval, hogy a sokos állapotban lévő résztvevőket így szokták ezzel a fekete humorral, hát ha úgy tetszik, kizökkenteni abból a letargiából, amiben kerülnek. Én nem tudom, hogy ezt a rendőrök helyesen teszik-e, nyilván nem. Nyilván az lenne jó, hogyha minden balesetnél lenne egy pszichológus, aki segít a baleset helyszínén feldolgozni az eseményeket, de ez nincs. Így mi magunkra vagyunk hagyatva emberek, akik egy ilyen szituációban, hogyha részt veszünk, akkor a sokos állapotban is tudni kell, hogy hol a határ. Nekem például, én biztos, hogy mint egy zöldség ülnék egy sarokba, ha egy ilyenben részt vennék, teljesen mindegy, hogy vétlenül.
és nem hiszem, hogy eszembe jutna, hogy éppen Facebookon. Azt állod el, hogy akarsz-e te személy szerint Horváth Csaba látni bármilyen politikai pártot a Benfentes mostani megnyilvánulásában február 14-e, hiszen a Benfentes akár korábban is tudhatta volna ezt, az előválasztás előtt, az előválasztás alatt, az előválasztás eredménye után, amikor egyébként Gér Mihály nyert. Van-e annak jelentősége, mert valami azt súgja, hogy igen, hogy ez mégis február 14-én kerül elő. Akarsz ehhez kommentát fűzni? Nem. Lehet-e tudni, hogy nem. Ki kerül a helyére? Persze. Bejelentés megtörtént, sőt, Szabó Rebeka már össze is gyűjtötte a jelöléshez szükséges aláírásokat. Ő az Uglója a polgármesterem a Párbeszéd színeibe. Sajnálom egyébként, hogy őt el fogjuk veszíteni, mint egy remek önkormányzati szakembert, de ő most ezt az űrt betölti. Egyébként az országos listáján a pártnak biztos befutó helyen van, tehát ő mindenképpen országgyűlési képviselő lesz. De remélem, hogy ez a körzet lakóinak akaratából fog megtörténni, tehát hogy nem listán, hanem egyéni győztesként. Oké, köszönöm szépen. Szóba került már ezen a héten az, ahogy az Európa Parlament mit fogadott el, nevezetesen ugye a cseh jelentés, és azt is tisztáztuk, hogy ez egy hosszú procedúrának az első része, amely egyáltalán lehetővé teszi majd egyszer, hogy fővárosok is közvetlenül pályázhassanak uniós forrásokra. Ezzel a döntéssel azonban, hogy az Európa Parlament ezt elfogadta, ez a lehetőség még nem áll rendelkezésre. Sok mindennek kell történnie, ahogy szokták mondani, sok víz folyik még addig a Dunán, amíg ez az esély az egyes fővárosok előtt konkrétan ott fog állni. Ez így van. Tehát erre még idő kell, még azok a pályázatok sincsenek kiírva, amik ezeket a közvetlen hozzáféréseket biztosítják. Egyébként volt korábban már ilyen pályázat, Zugló nyert is több ilyen pályázaton, de ez egy más dimenzió. Igen. Tehát itt most olyan pályázatokról beszélünk, ami komoly infrastruktúrális, akár 100 milliárdos infrastruktúrális beruházásokat érint, tehát adott esetben, bár erről még nincs szó, de mondjuk egy új metró építéshez is lehetne közvetlen brüsszeli forrást találni, mert ott nyilvánvalóan a szükséges számításokat ugyanúgy el kell végezni, be kell nyújtani, csak nem kell egy nemzeti kormány áldása ahhoz, hogy a fővárosnak legyen mondjuk egy új fontos közlekedési vonala. Ez mindenképpen előnyös. Az sajnálatos, hogy vannak olyan országok, és Magyarország is közte, nem egyedül, ahol a központi kormányzati hatalom politikai megfontolásból nem támogatja a saját városainak. Ez így van, ez bejárata a következő kérdéssel, és aztán még két további témánk van, vagy lehet. Az pedig az, hogy hát ugye Kisambrus teljesen egyértelművé tette, de Karácsony Gergely is így beszélt, és az egyes önkormányzatok is elsősorban ma ellenzékének számító Budapestet tekintve pedig a hatalmon lévő önkormányzatok arról beszéltek, de most maradjunk konkrétan Budapestnél, hogy egy formailag természetesen nem fél éves, jogilag ilyen nincs, de facto mégis egy fél éves költségvetés van, mert amennyiben marad az a koalíció hatalmon, akik eddig voltak, és hogyha netán az egyes önkormányzatokhoz való, beleértve a fővárosi önkormányzathoz való viszonyulása nem változik, akkor könnyen lehetséges, hogy kiegészül majd Budapest vezetése egy csődgondnokkal, mert hogy egyébként Budapestnek az anyagi lehetőségei olyan mértékben lesznek korlátozottak, hogy nem fogja tudni elvégezni a minimális munkáját sem. Te e tekintetben ma hogy nézel április 3-ára? Nagyon sok csőgondokra lesz szükség, hogyha a kormány nem változik, és a koncepciója nem változik. Tehát amíg a jelenlegi fideszes kormányzat megfojtani akarja, és kiüresíteni akarja az önkormányzatokat elsősorban, az önkormányzatok egyre nehezebben tudnak teljesíteni feladatokat, egyre nehezebben tudják kiszolgálni a lakosaik jogos igényeit, ennek újabb és újabb költségvetési elvonások az okai, tehát Budapest is közel 40 milliárd forint szolidaritási adót fizet például az államkasszába. Tehát a világon nincs még egy olyan ország, ahol egy önkormányzat, ami a helyi adóbevételekből él,
több adót fizessen a központi kormányzatnak, mint amennyi támogatást kap. Ez őszintén szóval kuriózum, és most itt a kuriózumot nem pozitív jelzőként értem. A következő hónapokban a legtöbb önkormányzatnak, és főleg az önálló városi státuszú önkormányzatoknak nagyságrendileg elfogy a pénze. A legrosszabb helyzetben Budapest van, mert itt van egy olyan több százmilliárdos nagy üzem, ami a közösség közlekedés, ami a legtöbb önkormányzati forrást igényli, és ennek a központi támogatásának a hiányába gyakorlatilag finanszírozhatatlan. Elavul a járműpark, az üzemeltetési költségek radikálisan nőnek. Gondoljunk csak az üzemanyagárváltozásokra, mondjuk a dízel üzemanyagárváltozásra. Gondoljunk az elektromos áramnak nagyjából 20-30% közötti emelkedésére, és csak a BKV-nál 13 milliárd forintos többletköltséget jelent. Na most ilyen környezetben, egy normális országban a kormány kipótolja a hiányzó forrásokat, itt pedig nem, itt hátradől és várja, hogy a fővárosi önkormányzat csődbe menjen, és végre küldhessen egy csődbiztost, amivel a politikai fájdalmát, hogy elvesztette Budapestet, valamelyest enyhíteni tudná. Két kérdés maradt, az egyiknek kisebb a jelentősége, de kihagyhatatlan, már a múlt héten is ott volt, de nem szerepelt. Nyilvánvaló, hogy a Bosnyák térrel kapcsolatos aktualitások képezik a második témát. Az első téma pedig, ugye, amiről említést kell tenni, milyen kommentárt fűzöl ahhoz a témakörhöz, aminek a címszava Janicsák István Zuglóban kulturális program készítése, összesen 2 millió forintért. Igen, hát ez egy nem a kulturális programban való közreműködése a helyes. Egyébként ez egy havi 500.000 forintos megbízás volt. Ugye ez egy bruttó 500.000 forint. Igen, és ez úgy jött ki, hogy 4 hónapon keresztül találkoztunk, beszéltünk a kulturális lehetőségekről. Ezzel kapcsolatban egy ilyen szinopszis vázlatot is összeállított. A munkát nem fejeztük be abban az értelemben, hogy az ő szakértelmére nem a papírok legyártásában számítottam, tehát az nem is az ő műfaj elsősorban, hanem inkább a megvalósításban számítottam volna rá. Tehát nyilvánvalóan elhisszük mondjuk Janicsákról, hogy képes könnyűzenei vagy kulturális eseményeket megszervezni, hiszen ebből élt az elmúlt évtizedekben. Az, hogy ő közéleti szerepet vállalt, ez sajnálatos módon egyben le is zárta a közöttünk lévő munkakapcsolatot, tehát ezt a munkát közösen nem fogjuk folytatni, hanem más szakemberek bevonásával fogjuk befejezni. Kidobott pénz a 2 millió forint? Nem, mert azok a beszélgetések és egyáltalán a koncepció, például a Zuglófest ügye, ami a Stefánia úton egy új fesztiválrendszert jelentene, ezek jó gondolatok, jó ötletek, és ha úgy tetszik, nekem ezen keresztül sikerült agyleszívást végeznem, tehát a szükséges szakmai ismereteket elnyertük, és tulajdonképpen tudjuk folytatni nélküle is. Én egy picit sajnálom, hogy a megvalósításban nem fog részt venni, tehát így több munka marad rá. Emberileg csalódtál benne? Közéleti... Hát most ezt így nem mondanám, hogy csalódtam, tehát én már annyi mindent láttam ebben a világban, hogy ezt ennyire markánsan nem fogalmaznám meg. Mondjuk úgy, hogy meglepett a döntése. És ha valakit az lepett meg, hogy pont őt választottad egy ilyen kulturális részkoncepció kialakításához, rossz nyelvek szerint összefüggésben, vagy esetleg összefüggésben azzal, hogy korábban Tóth Csabát támogatta, nekik mit tudtál volna mondani? Ez fordítva van. Ez úgy van, hogy én Janicsákkal együtt dolgozom. Egyébként évek óta beszéltünk, abban a 4 hónapban, tehát szeptember, tehát még bőven a választások előtt szeptembertől szeptemberbe kezdtük, aminek a szerződés és előkészítése, te pontosan tudod, jó pár hónapot vett igénybe. Tisztában vagyok vele. Amikor a nyáron indult a munka, szeptemberre kezdtük el ténylegesen, decemberben ezt a részét befejeztük, és menet közben derült ki, ami kiderült. Tehát a Janicsák kulturális, koncepcionális együttműködése, az csak attól vált érdekes, szenzitív témává, hogy egyébként egy másik párt jelöltjeként beindult. Egyébként a kutyát se érdekelte volna ez a kérdés. Hol tart a konzultáció a Bosnyák térre a város szívével kapcsolatban? Ott tart, hogy vasárnapig bezárólag még várjuk továbbra is a szavazatokat, vagy a
különböző intézményeinkben, valamennyi intézményben kihelyezett gyűjtődobozokba, vagy a bosnyák, illetve az őrs azért téren felállított zöld vas konzultációs gyűjtődobozokba, vagy éppen a postai levelezőládákba. Tehát várjuk, és a döntésük, az uglójak döntése alapján fogjuk meghozni mi is a képviselőtestületet. Vannak-e részeredmények, vagy csak végeredmény lesz? Részeredmény csak az online-ban van, de nem szeretnék erről beszélni. A részvétel mértékét tekintve ma buzdító beszédet mondanál 8 óra 28 perckor, vagy elégedett vagy azzal az aktivitással, amit a honpolgárok mutattak? Az aktivitásuk meglehetősen nagynak tűnik, de ez mindig viszonylagos. Mindig buzdító beszédet mondanék, egészen addig, amíg az urna le nem zárul. Vasárnap éjfél? Vasárnap éjfél, és én akkor lennék elégedett, ha minden zuglói polgár részt venne a konzultáció, és minden zuglói polgár megosztaná velünk a véleményét, mert csak akkor lehet közös a döntés, hogyha ebben a lehető legtöbben vesznek részt. Persze tudom, hogy a 100% az elérhetetlen, nincs az a választás, amin valamennyi polgár részt venne, bármilyen jó és nemes ügy érdekében is. Természetesen neked fontos, természetes, hogy kampányolsz is mellette. Neves építészek bevonásával tartott kerekasztal beszélgetést a Zuglói Városközpont terveiről a Városért Egyesület. A szakemberek szerint a többfunkciós városközpont jó ötlet, az új létesítmény és az előtte kiépülő főtér új lehetőségeket nyit. A színvonal a szórakozás, a közösség élet fejlesztése és zuglói identitás erősítés számára, és ebben műsorvezetői babérokat is bitoroltál egyebek között tőlem, amikor beszélgettél Erő Zoltánnal, a Budapest főépítészével, Gauder Péterrel, várostervező urbanistával, a Budapest várostervező cégének korábbi ügyvezetőjével, valamint Zéhalmágyi Judittal, építészmérnökkel, a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság volt tagjával, szenzitív adatként, akivel egy házban lakom. Na, szuper. Igen. Szóval igen, remek emberekkel, remek szakemberekkel volt egy beszélgetésem. Azért annyiban nem bitoroltam, mert ezt a Városért Egyesület keretében... Tudom, ezt te folyamatosan üzöd. Most már lassan 7 éve üzem, úgyhogy ha úgy tetszik, rutinos kérdezőnek számítok én is, de semmiképpen nem szeretnék ebbe a másik szakmába. Jó, cserébe nem szeretnék polgármester lenni. Igen, igen, van egy ilyen régi klasszikus vicc, amikor egy bankár és egy ügyfél beszélget, és akkor mondja, hogy jó, akkor állapodjunk meg abba, hogy én nem adok kölcsön, ön pedig nem csinálja azt, amit én csinálok. Szóval nyilván ez is egy olyan dolog, hogy a riporterkedésbe bele lehet kóstolni, de ezért ez is egy szakma. Az is egy szakma, hogy kit, hogyan és milyen kérdésekkel kérdezünk, és hogyan világítunk rá egy problémára több intenzív, szenzitív forrásból. Mi volt a beszélgetésnek az összegze, vagy az összege? Tehát mit sugárzott a beszélgetés, ez a három különböző ember? Miben egyezett? Alapvetően ugye nemzetközi kitekintéseket is, akár európai példákat is sorba vettünk, és mindenhol az derült ki, hogy ezek a városi alközponti beavatkozások, ezek kimondottan előnyesen segítik, előnyesen támogatják, hogy az ott élőknek kisebb távolságokat kelljen megtenniük, és gyorsabban érjék el például a szolgáltató központba azokat a célokat, ami miatt esetleg sokkal nagyobb utazási távolságokat tettek meg. Ez például csökkenti a városi zsúfoltságot is, mert hogyha nem keresztbe kasul szelik a településeket, vagy a települést az ott élők, hanem az alközpontokra fókuszálnak a közlekedésben, akkor kisebb távolságot fognak megtenni, ergo kisebb környezetvédelmi kárral jár a városlakók közlekedése. Ez az egyik előnye. Amellett, hogy ők meg időt takarítanak meg, hogy a szolgáltatásokat egy helyen találják meg, és az a legjobb kombó a mai kutatások szerint, hogy egy városalközpontnak része kell legyen a szolgáltatás, része kell legyen a kultúra, része kell legyen a munkahely, része kell legyen a lakhatás. És ennek kell egy olyan egészséges egyvelegét megtalálni, egy olyan helyes arányát, ami gyakorlatilag ezt a 10-15 perces város koncepcióját, tehát hogy gyalogosan, kerékpárral vagy éppen tömegközlekedéssel 15 percen belül legyen minden számomra fontos szolgáltatás, mint ott élő polgárnak. Tehát ez a koncepció, és ebben nagyon egyetértettünk,
és minden funkcióra szükség van ebben a kombóban, mert ha valami nincs benne, akkor az már megtöri azt a koncepciót, hogy ott mindent egy helyen az ő érdekében megtalál. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nem maradtunk ma se téma nélkül. Nem, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm Horváth Csabát, Zugló polgármesterét hallották.